A püspöklalányi piac a város egyik legnépszerűbb helyszíne. Éppen ezért nagy szükség van annak felújítására, erre azonban már nem kell sokat várni, hiszen az önkormányzat az úgynevezett városrehabilitációs pályázat keretében elkezdi a tér korszerűsítését. Jelenleg az előkészítő munkálatok, a közbeszerzési eljárás, valamint egy olyan ideiglenes helyszín kiválasztása zajlik, ahol a piaci napokat zökkenőmentesen lebonyolítják majd. A napokban ennek érdekében egyeztető fórumra invitálta a kiskereskedőket az önkormányzat. Úgy gondoltuk, hogy egyeztetést hívunk össze, hogy mindenki világosan tájékozott, kellőképpen tájékozott legyen, és ha merül föl probléma, akkor azt most itt tisztázhatjuk. Püspökladányban volt egy ilyen pályázat, hogy Püspökladány a hagyományokra építő aktív város, mely három részből állt, ugye egyrészt a polgármesteri hivatalnak a hőszigetelése, felújítása, a második a sétáló utca, illetve a műfász környéke, nek a felújítása, és ez a piac tér, közösségi térnek a rekonstrukciója. Hát most, ahogy elhangzott, hogy már most úgy ott tartottunk, hogy december 31-én a munkaterületet át kellett volna adni, miután a második legjobb pályázó ezt megtámadta, így most véhetően csúszni fog. Én úgy látom, vagy úgy gondolom, hogy nem olyan nagy volumenű ez, hogy esetleg heteket venne igénybe, bár minden benne van. Egyébként május 31-ig be kell fejezni ezt a kivitelezést, tehát nem lehet most már nagyon az idővel játszani. Csúszunk egy kicsit, de ez nem mi, hanem rajtunk kívülállókok miatt történt. A hátunk mögött most a terveket, a látványtervet, mindent átnézhetnek, teljes dokumentáció itt van. Az egyeztető fórumra elsősorban a ladányi kistermelőket hívták az önkormányzat képviselői, annak érdekében, hogy közösen találjanak megoldást a piackorszerűsítés ideje alatt felmerülő közlekedési és egyéb problémákra. Meghívóban nyilván a képviselők, a hivatal, iroda vezetők, dolgozói, ezen kívül, akik valamilyen formában a piac térrel kapcsolatosan érdekeltek voltak, tehát akiknek üzlete van ott, vagy üzletrésze, tehát tulajdonosok, illetve szolgalmi joggal bír, ezek a tulajdonosok voltak meghívva. Ahhoz képest elég szép számmal részt vettek, érdeklődés volt. Hát nyilván, hogy minden beruházás most ez a 4 hónap, vagy 4 hónap, mert hogyha most csúszunk, akkor február, március, április, május, tehát 4 hónap, 4,5 hónap. Szerencse, hogy téli hónapban talán kevesebben járnak ilyenkor a piacra, kevesebb az áru. Még szeretnénk megtalálni a legjobb helyet. Vannak már alternatívák, hogy hol, nyilván, hogy ebbe még egy körbe le fogunk ülni, és eldöntjük, hogy melyik lenne. Ehhez még sok tájékozódás, még kutakodás kell, hiszen meg kell itt nézni a piacnak a összetételét, hogy zöldségesek, virágosok, szerintem a ruhások, tehát akik ilyen, és talán ezeket is lehetne valamilyen módon osztani. Tehát több alternatíva van, nyilván a legjobbat szeretnénk majd kiválasztani. Jenei Tibor, a Városfejlesztési Iroda vezetője a fórumon közölte, a leendő kivitelezővel olyan szerződést fog kötni az önkormányzat, hogy a jelenleg üzemelő fix árusítóhelyek működése a felújítás ideje alatt is zavartalanul működjön. A leendő kivitelezővel olyan megállapodást, illetve olyan feltételt fogunk neki szabni, hogy a jelenleg üzemelő üzleteknek a működését az építés alatt is biztosítania kell. Természetesen ez nem biztos, hogy nem lesz zökkenőmentes, mert az építés alatt ugyanolyan feltételekkel nem tudnak működni az üzletek, mint jelenleg, de hogy a működés biztosított legyen, ez feltétele lesz a
kivitelezőnek. A fórumon Márkus Gábor alpolgármester is részt vett. Riporterünknek elmondta, egy közösségi tér, 2 darab fedett elárusítóhely épül a piac területén, illetve egy piacfelügyeletet kiszolgáló helység is megépítésre kerül. Térkövezve az egész terület, elárusító helyek lesznek felújítva, és lesz egy úgynevezett közösségi tér kialakítva. Tehát ez egy elég nagy munka lesz végül is. Szeretnénk már minél hamarabb oda eljutni, hogy legalább elinduljon a munkafolyamat, de most már úgy néz ki, hogy hamarosan el fog indulni. Most azoknak a közlekedési fennakadásokról, vagy a üzletnek a menet nyitvatartási időben, hogy hogyan lehet megközelíteni, erről volt szó. Hát van egy-két hely Püspökladányban, ahol el lehetne. Nyilván olyan helyen lenne célszerű, nem is célszerű, hanem olyan helyen lehet megtenni, ahol van közműellátás, van WC, tehát megközelíthetőség, jó gépkocsi parkolási lehetőség van. Tehát ezeket mindet figyelembe kell venni. A püspökladányi piac a mai napig meghatározó szerepet tölt be a város és a környék lakosságának életében. Ez egy különleges hely, atmoszférája a rohanó világunkban is lehetőséget nyújt az emberi kapcsolatok ápolására. Éppen ezért fontos döntés, hogy a korszerűsítés ideje alatt mely területet jelöli ki az önkormányzat a kiskereskedők számára. Nagy hagyománya van, hiszen az emberek keresik, tehát elég sokan vannak minden alkalommal, ahogy tapasztalom vasárnap, kedd és pénteki nap a piacon. Messziről, tehát más településről is járnak ide, még meg elég messziről is szoktak árusok járni, árusok. Vásárlók pedig a környező településeken, akiket ismerek, tehát azok közül szoktam velük találkozni. Tehát járnak rendszeresen. Egyébként érdekes volt most ez a beszélgetés vagy egyeztetés, ami volt, mert utána megkeresett itt egyik jelenlévő, és mondjuk olyan dolgot mondott, ami elgondolkodható, hogy régebben, tehát több évvel, talán 10 évvel ezelőtt felvetődött a lakosság körébe, vagy városba, hogy minden nap legyen piac Püspökladányban. Hát ezt nem tudom, hogy ez ennek mi a, tehát hogy jól fogadják-e. Nyilván más városokban, nagyobb városokban van minden nap, ezen el kell gondolkodni. Én nem mondom, hogy ez így lesz, nem lesz így, ezen mindenképpen el kell gondolkodni, hiszen mi erővel nem tudunk odavinni eladókat, nem tudunk odavinni vásárlókat, mert most a jelenlegi rendszerben, hogy én körbenézek, más településeken más napokon vannak piaci napok. A fórumra érkező érdeklődők riporterünknek elmondták, előszeretettel veszik igénybe a piac szolgáltatásait. Rendszerint zöldségért, gyümölcsért járnak ki a piacra, és elmondásuk szerint már nagyon várják, hogy megújuljon a vásártér. Minden olyan fejlesztést, amiben a város szolgáltatásának a színvonala javul, annak örülni kell, még akkor is, hogyha ez átmenetileg egyes embereknek vagy a szolgáltatást igénybevévőknek kellemetlenséget okoz. Én rendszeresen járok a piacra, látom, hogy ez az állapot, ami itt kialakult a hely miatt, az sokáig nem tartható. Gyakorlatilag az út két oldalán történik az árusítás, hát ez pont a közlekedés elől veszi a terület. Amiatt, hogy a területet már mindenki megszokta, az eladók is és a vevők is, én mindenképpen azt javasolnám, hogy szakaszolva történjen a beruházás. Az egyik oldalon történne az árusítás, a másik oldalon a kivitelezés, és mikor kész van, akkor fordítanának. Több mint 10 éve árul a piacon Lövei Sándorné, aki szintén részt vett az egyeztető fórumon. Azt mondja, számára a legkedvezőbb megoldás az lenne, ha a felújítás nem egy ütemben, hanem részenként, szakaszosan valósulna meg. Az nagyon jó ötlet, hogy felújítják, meg tényleg rá is fér már a piacra, csak hát nem tudom a forgalom, hogy fog, valószínű, hogy nem nagy forgalom lesz, meg aztán a megközelíthetőség, meg én azért általában a piaci árusokból élek. Tehát most, hogyha elkezdődik a felújítás, nem lesznek vásárlók a piacon, nem lesznek árusok, tehát ott nekem nem lesz forgalom. A szakaszos megoldás lenne jó,
de ez nem megoldható, itt választ kaptunk erre. Az önkormányzat a beruházás ideje alatt kéri a lakosság türelmét és megértését, mely a tervek szerint május 31-éig készül el. A piac felújításával a város vezetése egy olyan új életteret alakít ki, ami mind az eladók, mind pedig a vevők elégedettségét szolgálja majd.